ébredj fel, a nap rád vár. Mutasd meg, mit álmodtál. Használd csak a szívedet, a vásznat és a színeket. Fess magadnak életet, azott én lennék veled. Vagy mind a kettőnk lapjai, elkopott a rózsaszín. Egyszer egy éjszaka szép volt az álmunk, édes a békesség. Egyszer egy reggel magunkra találunk, úgy, ahogy voltunk rég. Mind szerelmes részegek, a vásznadról a részletek. Nem számít az alkalom, kopognak az ablakon. Az egyiket még nem láttam, a másikban a szíved van. Az egyiket megismerem, a másikat meg elnyerem. Egyszer egy éjszaka szép volt az álmunk, édes a békesség. Egyszer egy reggel magunkra találunk, úgy, ahogy voltunk rég. Egyszer egy ember a rólunk mesél, majd el fog a sírhatni. Egyszerelem bezuhanunk a nyáron, szép lesz az egyszer régen még. A tempód úgy sem hozza már, úszunk már csak pár csapás. Mint akik senkitől se félnek, feszüljük a szélnek. Nem lehet elállítani a szemedben a vágy, ami egy súlyos belső érzés. Láttam ezt a nézést. Egyszer egy éjszaka szép volt az álmunk, édes a békesség. Egyszer egy reggel magunkra találunk, úgy, ahogy voltunk rég. Egyszer egy ember a rólunk mesél, majd mi is nevethetnénk. Egyszerelem bezuhanunk a nyáron, szép lesz az egyszer régen mi. Na 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 na, na 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 na. Hasonló őszintesség, hasonló igényesség. Ez volt a Mocsok egy kölykök, és az egyszer... Hát lássuk, illetve halljuk, hogy hogy tetszett a zsűrinek másodszor. Gyertek ide mellém. Lilla? Másodszor is nagyon tetszett, és azt nem említettétek, azt hiszem te Tamás, hogy az a nap, amikor, amire arra a napra visszatudunk jól emlékezni jó szívvel, én azt gondolom, erre mindig jó szívvel fogunk tudni visszaemlékezni. Hiszen ti olyan nyomot tudtok az ember szívébe hagyni, ami azért nagyon szép és nagyon értékes, mert itt fúzionáltak a zenék. A kollégáim, drágáim meséltek arról, hogy a dalverseny az nem csak arról szól, a magyar és a magyar szerzeményekről és saját szerzeményekről, hanem arról is, hogy bátran használjuk ezeket a műfaji átjárhatóságokat, ahogy csodálatosul hallgatni a klasszikus műveltséget, a csellót, és a hölgy energia is ott van a zenekarban. És nagyon jó tudni azt, hogy Tamás egyébként zongorázol, és azt gondolom neked a zongora mellől is így felállva, ez egy különleges helyzet, tehát azt is kombináljuk, hogy mint billentyű zeneszerző is működik a zenekarban, és kiváló a zenekarnak az együtt állása, együtt élése, együtt él ez a gyönyörű, klasszikus zenét ötvöző pop zene, aminek a szövegvilága is nagyon szép. Köszönjük szépen, azért jól indul a haferó. Reméljük, hogy ugyanannyira tetszett, mint először. Ma csak egy kölykök, engem nem fogtok becsapni. Vigyázzatok, ezt nem csak ide írtátok erre a fesztiválra, ezt fogjátok játszani a hétköznapi életben a koncerteken, ugye? Hát éreztem, komolyan, nagyon ravasz gyerekek vagytok. Ami nagyon tetszett, és egy kicsit csatlakozom akkor Lillához, Horváth Ádám Lemon, ugye? Jól mondom? Jó. A kislány nevét nem tudom. Cselos. Géci Teodóra. Teodóra. Fiat Teodóra ketten.
ti zseniálisak vagytok. Melletted ott van a Metallicából valaki, aki marhára nyomja a basszusgitárt, te pedig ott akadémikusan helyesek, nagyon. Nem lepődik meg, ha azt mondaná fel, hogy ez évdala lesz. Virtuózokba. Szerintem ez lesz az évdala. Vagy így, vagy úgy, de ez rendben van. Miki, kérlek, pontot. Hát így nehéz lesz felállni. 7 pont. 7-essel indulunk. Feró, kérlek, támazz alá pontokkal. Kijelentés. 8. 8-essel megyünk tovább. Lilla. 8 pont. Egy újabb 8-es. Végül Misi, kérlek. 8 pontot szeretnék. Egy újabb 8-es. 31 pontotok van, de ez csak a kezdet. Van egy fontos pontszám. Természetesen már ti is tudjátok, a nézői pontszámok átlag, ami ezen sokat lendíthet. Ez is egy 8-as. Nagyon-nagyon szép. Srácok, 39 pontotok van. Nagyszerű volt, köszönjük szépen. Csatlakozzatok a többiekhez a páholyba, és hamarosan beszélgetünk.